Szerdán délután folytatódott az a sorozat, mely szeretné közelebb hozni a helyi vállalkozások és az önkormányzat jövőt érintő gazdaságfejlesztési elképzeléseit. Ez alkalommal a tébetűzép volt a kijelölt nagyvállalkozás, ahol Szülősi Zoltán, a cég tulajdonosa kalauzolta körbe a delegációt. Ezek még azok a... A főként tüzelő és építőanyagok forgalmazásával foglalkozó cég négy városban üzemeltett telephelyt. Jászberényben, Jászapátin, Jászladányon és Besenyszögön. A városunkban található telephely mintegy 2 hektáron terül el. Raktáraikban közel 1000 féle terméket találni. Gyakorlatilag mi elég nagy mennyiséget raktárról is azonnal ki tudunk szolgálni, tehát nem csak minta után értékesítünk. A gazdasági válság és az ingatlan piac kedvezőtlen alakulása a tébetűzépre is nagy hatást gyakorolt. Ennek ellenére a vállalkozás éves nettó árbevétele folyamatosan növekedett. Mára több mint 1 milliárd forint, és a következő években még többre számítanak a csok megjelenésével. Próbálkozunk, ugye több lábon állni, így szoktam mondani a férjem is, hogy ha kell a csemperész erősebb, ha kell a beton, ha kell az építőanyag. Tehát ahogy a válság, egy kicsit az építőanyag üzletek egy kicsit úgy háttérbe szorultak, az építkezés kevesebb volt az utolsó 5-10 évben mondhatom. Most talán egy picit a felújításokkal kezdődik, talán ez a csok is segít egy kicsit, hogy gondolkoznak a családok, hogy új ház építésén. Hát reméljük, hogy egy kicsit fellendül. Hajnal Nagy Gábor alpolgármester hangsúlyozta, hogy közvetlen és jó kapcsolatot ápol az önkormányzat a céggel. A vállalat rendszeres támogatója a városi rendezvényeknek, és folyamatosan keresik a kapcsolódási pontokat, ahol egymást tudják segíteni. Egyrészt itt van a városban a cég, itt is jelen van, mint több helyen a járságban, jó adófizető, úgyhogy mindenképpen nála szoktunk mi is vásárlóként megjelenni a beruházásainkhoz, és most ezután érdeklődtünk mi is, hogy érzik-e már a csok hatását. Még annyira nem, azt mondta Szőlősi úr, de reménykednek benne, hogy föllendül, és várnak ők is. A bejárás végén Szőlősi Zoltán megmutatta a telephely egyediségét, azt a kiváló állapotban lévő simpárt, mely iparvágányként funkcionált a 60-as években. A vágányon még ma is szállítanak a tüzépnek alapanyagokat, egy fuvarral közel 80 kamion rakománynak megfelelő nyersanyag érkezik ide.